Tudjon, hogy hová kerül mindaz, ami általunk a kukában landol. Tisztában vagyunk azzal, pontosan hogyan kell gyűjteni a szelektív hulladékot. Kisfilmjeinkben sorra fogjuk venni, miért nem mindegy, melyik kukába dobjuk az egyes hulladék típusokat. Rávilágítunk, hogy a műanyag csomagolások elterjedése óta mit tehetünk annak érdekében, hogy minimalizáljuk a hulladékhegyeket. Mi értelme van a hulladék típusonkénti külön válogatásának, s hogyan járul hozzá a hulladékgazdálkodó ahhoz, hogy elérjünk odáig, hogy minél kevésbé növeljük a már nem hasznosítható hulladékot tartalmazó szeméthegyeinket. Kisfilmünkben az egyes hulladék típusokon keresztül bemutatjuk, melyik milyen gyűjtési, szállítási, kezelési és hasznosítási folyamaton esik át. Ezáltal jobban beleláthatunk, hogy az az energia, amit a szelektálásba, elkülönített gyűjtésbe és tárolásba belefektetünk, milyen eredményre tud vezetni, hogyan maradhat tisztább és élhetőbb a környezetünk. Előzőleg bemutattuk, hogy a telephelyre történő beérkezést követően minden hulladékot, így a házhoz menő edényzetben vagy zsákosan gyűjtött szelektívet is lemérik. Beérkezett szelektív hulladék útja is itt kezdődik a telepen, tehát szintén mérésre kerül, nyilvántartásba kerül, majd azt követően kerül leürítésre a válogató csarnokban, és onnétól kezdődik meg a előkezelése, válogatása, onnétől kezdődik meg az út, hogy haszonanyaggá értékké váljon. Most a szelektív hulladék feldolgozó csarnokban állunk, gyakorlatilag a mérés nyilvántartásba vételt követően megkezdődik a telepen a szelektív hulladék útja. A járműből történő ürítést követően egy munkagép segítségével a zsákfeltépő berendezésbe kerül. Ez a berendezés lenne az, gyakorlatilag ez azt a célt szolgálja, hogy ugye a szelektív gyűjtés a településeken két formában történik, zsákos gyűjtésben, illetve gyűjtőedényesben. A gyűjtő edényes gyűjtés mellé is lehet kihelyezni zsákot, hiszen minél több szelektív hulladék kerül be, az annál jobb, jobban hasznosítható, annál kevesebb kerül a depónia területre. Az üveget pedig üveggyűjtő szigeteken gyűjtik össze. Ez gyakorlatilag azt a munkát végzi el, amit eddig kézzel történt, a zsákoknak a felbontása, a hulladéknak a homogenizálását végzi el, hogy a válogató sorra szalagok segítségével továbbított hulladék minél könnyebben, minél gyorsabban, minél hatékonyabban lehessen feldolgozni. Mielőtt a zsákfeltépőbe kerül, kézi válogatáson esik át a szelektív hulladék, a nagyon nagy méretű fóliákat, kartonpapírokat leválogatják, gyűjtőedénybe helyezik, az már egy bálázásra előkészített haszonanyag. Hogyha nyomon követjük az útját, akkor van egy közbenső, a zsákfeltépést követően van egy közbenső kézi válogatás is, itt szintén azok a nagy méretű papír, illetve fólia hulladékok kerülnek még kiválogatásra, ami az első válogatáson túljutott, illetve a zsákfeltépő nyitotta meg az útját. A felhordó szalag továbbítja az első állomásra, ez egy ballisztikus szeparátor. A ballisztikus szeparátorba felkerül a hulladék, itt kétféle frakcióra választódik szét. A nehéz frakció tovább kerül a válogató kabinba, ahol egy válogató asztalon kézi válogatással immár a megfelelő frakciókra válogatják. A könnyű frakció, az pedig tovább kerül egy pneumatikus optikai leválasztó berendezésre. Ez a legkisebb méretűvé aprított frakciót, a papírt és a fóliát különíti el automatikusan. Az ebből kikerülő frakció még egy kézi utóválogatásra kerül, ahol eltávolítják az egyéb szennyező anyagot, hogy minél nagyobb tisztaságú haszonanyagot tudjanak átadni. Ezek már bálázásra, csomagolásra vannak előkészítve, és szintén egy felhordó szalag segítségével kerül egy bálázógépbe, majd a bála kialakítása után összekötözésre. Miután bebálázták a szelektív hulladékot, lemérik, majd nyilvántartásba kerül, onnan pedig a haszonanyag tároló színbe kerülnek a külön válogatott szelektív hulladéktípusokból álló bálák. A szelektív hulladéknak az útja
az utolsó pontja a hulladékkezelő telepen. Ugye ez már egy lebálázott szelektív hulladék, ami időközben a kezelésen és a válogatáson keresztül menve úgynevezett haszonanyaggá minősült. A haszonanyag ugye bálázva, nyilvántartásba véve kerül kiszállításra, illetve átadásra azoknak a hasznosítóknak, akik ugye különböző technológiákkal ezeket az erőforrásokat most már fel tudják használni, visszakerül a körforgásba. Ugye a haszonanyag tulajdonságának megfelelő hasznosítás feldolgozásra kerül. Ugye az mindenki számára egyértelmű, hogy mondjuk egy csomagolási karton hulladékból ismételten papír keletkezik. Ugye a megfelelő kezeléseken, eljárásokon keresztül szintén csomagolóanyag, vagy netalánten újra hasznosított higiéniai termék. Ugye itt is nagyon fontos, hogy keressük a vásárlásaink során ezeket az újrafeldolgozott termékeket, vagy például a PET palackoknak az újrahasznosítása sokak számára nem teljesen ismert, de akármilyen meglepő is, ruházatot, cipőt készítenek belőle, vagy például tojástartók, műanyag tojástartók. Tehát nagyon széles körű a felhasználása ezeknek az újrahasznosított anyagoknak. A hétköznapjainkban találkozunk velük, figyeljük, válasszuk ezeket a termékeket, amelyek újrahasznosított anyagból készülnek, vagy jelentős részben hasznosítanak. Főként ugye ez a csomagolásra vonatkozik. A szelektív bálázott hulladék útjait véget ér a Szelektív Nonprofit Kft. Telephelyén. A szelektíven gyűjtött papír, műanyag, üveg mellett egyéb szelektíven, de nem a két gyűjtőedényzetben gyűjtött hulladékok is keletkeznek a háztartásokban, ezeket a hulladékudvarokon tudják leadni a lakosok. Jelen pillanatban a 60. hulladékudvarban tartózkodunk. Ez a hulladékudvar ad lehetőséget a lakosság részére azoknak a hulladékoknak a szabályos elhelyezésére, átadására, kezelésére, hasznosításra, amelyeket ugye a gyűjtői gyáratok házhoz menően nem szállítanak el. Ugye amit házhoz menően elszállítunk, az a kommunális hulladék, az a szelektív hulladék, lomhulladék, illetve zöld hulladék. Ugye itt sokkal szélesebb körben vesz át a hulladékudvar a lakosságtól egyéb hulladékokat, amik a háztartásokban, ingatlanokban képződnek, nem rendszeresen, vagy esetleg olyan tevékenység során, ami egy felújítás, egy átalakítás. Tehát itt le lehet adni elektronikai hulladékot, itt le lehet adni például veszélyes hulladékot, le lehet adni személygépjármű abroncsokat, fáradt olajat, használt sütőzsiradékot, le lehet adni elektronikai hulladékokat, le lehet adni például most telepítésre került a textil ruhanemű hulladék átvételre. És ugye ezek a hulladékudvarok a lakosság igényeinek megfelelően tartanak nyitva, tehát elérhetőek délelőttönként is, illetve délutánonként is, és természetesen hétvégén is, szombati napon is elérhetőek. A pontos információt ugye a nyitvatartásról, illetve az átvehető hulladékok típusájáról, fajtájáról, mennyiségéről azt a szolgáltató honlapján lehet elérni, vagy információval szolgál az ügyfélszolgálat ezzel kapcsolatosan. Természetesen, mivel hulladékról van szó, hulladékáramról is, itt is nagyon fontos tényező az, hogy ezeknek a mennyiségének a meghatározása megtörténjen, illetve nyilvántartásba kerüljön. Tehát a hulladékudvar igénybevétel előtt kérjük, tájékozódjon a lakos a leadott hulladék mennyiségéről, illetve olyan módon készítse elő, hogy ez mérhető legyen az itt elhelyezett mérleggel. Ebben természetesen ismét segítséget nyújt a hulladékudvar kezelője, illetve az ügyfélszolgálat. A hulladékot tehát mérhetően kell a lakosnak előkészíteni az átadásnál.